Üdvözlök mindenkinek, Krotrim vagyok, srácok. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi az, amit egy Battlefield játékos szeretne a Modern Warfare Ground War-jában. Mert hogyha Battlefieldesként nézed most a Call of Duty-t, és legyünk őszintén, csalódottak vagyunk a Battlefield 5-ben, és Battlefield 1-ben is azok voltunk egy kicsit, és hogy kacsingatunk az a Call of Duty felé, és tetszik, amit látunk, és elég kompetitívnek érezzük, és ezek úristen hoznak egy 64 fős játékmódot, egyenes támadás a Battlefieldre, és azon gondolkodsz, hogy te megveszed ezt a játékot, vagy kipróbálod ezt a játékot, akkor elmondok néhány dolgot, amit Battlefieldesként, és mint sokat játszottam Battlefieldet is, Battlefieldesként nagyon-nagyon szívesen látnék a Ground War-ban, és az, amit a DICE 20 év alatt tökéletesítgetett a Conquest játékmódot és egyes elemeit, amik teljes mértékben hiányoznak ebből a játékmódból, ezekről szeretnék néhány említést tenni. Például az egyik nagyon-nagyon ilyen fontos dolog az lenne, hogyha lenne Franco csapatjáték. Eddig a csapattársak, a squadtársaid, mert ugye vannak squadtársaid, semmi másra nem jók, csak hogy spawn pointként szolgáljanak neked, vagy te nekik, nem tud őket felgyógyítani, nem tud őket feléleszteni, ezáltal nem tudod előre lendíteni a csapatodat, mint a Battlefieldben, és az egész játék legalábbis ezen a pályán egyelőre arról szólt, hogy foglaljuk el azt a központi zászlót, jelen esetben a C-t, és dobáljuk egymással a gránátokat, és lövöldözzünk keresztül az épületen, és nincs egy cél, nincs egy olyan cél, hogy például az egyik csapat be tudjon nyomulni egy épületen keresztül, egy épületbe, és elfoglalja, és tovább menjenek. A csapattársak egymásnak nem tudnak segíteni úgy, mint a Battlefieldben, és mindenki magáért című történet van. Mindenki rohangál, mint az őrült, és azt csinál a pályán gyakorlatilag, amit akar. Újraélesztés egy ilyesmi lehetne, tehát egy gyors újraélesztéssel már nagyon sokat tudnának dobni azon a játékmeneten. A következő dolog, amitől megszabadulnék a Ground War-ban igazából, a voiceover, a csávó, aki bejelenti a killstreakeket, az egyszerűen nem kussol, 24/7 pofázik, hogy milyen killstreak jön be. Ugye legtöbbször a radar jön be, és 24/7 pofázik neked. Ezzel elnyomva a játék fontosabb zajait, mint a lépések, vagy hogy honnan jönnek a lövések, erre még rájönnek a killstreak effekt hangok, ezen kívül még rájönnek a környezeteffekt hangok, és már is megkaptad azt, amit nagyon nem szeretnél, viszont hang clusterfuckot, és ezt nem azért mondom, mert félsüget vagyok. A másik, amin változtatnék, nem szeretném elvenni az emberektől a jutalomérzést ebben a játékban, és a CoD-ban a killstreakek az egy hatalmas jutalomérzést, de a Ground War-ban vagy kikapcsolnám a killstreakeket, vagy csak a 10. killstreakig től lehet-e behívni killstreakeket, a choppertől. Chopperig lőd el magad, az szabadna legyen az első killstreak. Miért mondom ezt? Az UAV 24/7 fönt van, ezáltal megakadályozza azt, hogy te gyakorlatilag lesből tudj támadni, az enemit megtámad a hátod mögül. Igen, mondhatod, rakja fel a ghost perket, nem lát vele az UAV. De olyan sokan vagyunk ezen a amúgy kis pályán, hogy a társaid rád spawnolnak, melletted lesz valaki, mindig melletted van valaki, aki látszik a radaron, és ezáltal te is látszol a radaron. Mindig van melletted valaki, lő egyet, és már is látszol a radaron. És ez probléma. Ebben a játékmódban ez probléma. Nincs egy spotolási rendszer kellene, mint a Battlefieldben van, és az már is sok mindent meg tudna oldani. Ugye, vagy mint a Black Ops 3-nak, vagy Black Ops 4-nek, mit tudom, amelyikben van ugye a spotolás a Battle Royale módban. Tehát kellene egy spotolási rendszer,
hogy ki tudjuk spotolni az enemiket. Nem volna rossz dolog. A következő ilyen dolog, amire nagyon szívesen látnék egy változás, de szerintem remélhetőleg ez be fog jönni. A foglalási terület kiemelése, hogy mekkora területen járhatsz be, mekkora területen mozoghatsz, mekkora területen játszhatsz, hogyha megtámadnak téged, mennyi lehetőséged van mozogni ahhoz, hogy a területen belül maradj, foglalj, és az enemit is le tud lőni. Valamiféle jutalom a foglalás. Igen, valószínűleg majd lesz egy perk, ahol point streakeket lehet beállítani, tehát kill streak helyett point streakeket, azzal már előrébb fogunk tudni lenni. A probléma ezzel a játékmóddal, hogy túlságosan akar kedvezni a Call of Duty játékosoknak. A Call of Duty játékosok szeretik a pörgősséget, ugyebár, és ez a Groundborne-ban megvan, egy hatalmas káosz. Egy hatalmas káosz Battlefield-es fejjel ezzel neki fogni, és csak egy hatalmas cluster fogod érezni. És úgy gondolom, hogy ez a játékmód lehet, hogy tényleg megpróbál a Battlefieldből elcsalni valamennyit, de nem fog. Nem fog elcsalni semmennyit se, hogyha nem változtatnak. De ez csak egy pálya alapján a béta, ugyebár. Az is, ami még nagyon jól jönne ebbe, és azt említettem az előző videóban is, hogy rombolhatóság. A rombolhatóság új útvonalakat kreál, és új lehetőségeket kreál. Megakadályozza a masszív kempet, hogy ne menjenek vissza ugyanoda azok az emberek. Ez valószínűleg sosem fog a kódban meglenni, mert a kód az úgy van kitalálva, hogyha már mesterien ismered a pályát, akkor mesterien tudod, hogy mely szögekre kell tenned a fegyvert ahhoz, hogy az ellenfél meglegyen, és hogyha a pálya változna struktúrájában, akkor megváltozna, ugye, akkor megváltozna a célzási technikádat is, meg kellene változtasd, ugye. Attól voltál, vagy attól leszel egy jó Call of Duty játékos, hogyha ismered a pályát is, ismered annak szögeit, és tudod, hogy milyen szögbe kell pontosan behezni a fegyveredet, hogy ideálisan eltaláld az ellenfeledet. Ez benne van a kódban. És sajnos rombolhatóság bár sosem lesz, és van egy olyan nézésem, hogy ezért nem lesz. Tehát előbb-utóbb leszel annyira jó játékos, lehetséges, hogy ez ne jelentsen akadályt, de ekkora játékmódban a rombolhatóság az egy jobb ötlet lenne. De az is lehet, hogy tévedek, és az egész nem is akar ellopni semmit se a Battlefield játékosoktól, és ez a 64 fő, ez csak egy természetes fejlődés a Call of Duty-ban, mert elértünk addig a technológiában, hogy a Call of Duty-nak a engine-je is fent tudjon tartani 64 főt, de semmi más nem akarnak, csak egy nagy clusterfuckot. Mint ahogy régen is volt a Ground War, most is olyan a Ground War, és nem változott semmit. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna, és nagyon reméltem, hogy egy hatalmas kompetitív dolog alakul itt ki a Battlefield-del, de nem, mert nem fog senkit elcsábítani a Battlefield-től, és komolyan mondom, értékelem a Battlefield-et. Még a Battlefield 5-öt is tudom értékelni ezen játékmód mellett. Mondom ezt persze úgy, hogy csak a bétával játszottam. Meglátjuk, hogy milyen lesz a többi pálya. De ezek lennének az én vágyaim, mint egy Battlefield játékos a Call of Duty-ban. De ennek ellenére, ugye én egy COD játékos is vagyok. És sok dolog mellett el tudok nézni. És nagyon örülök, hogyha megy a játék. De a Grand War-on lehet azért, mert a Ground War-on tekintve, hogy nagy pálya és 64 fő van ott, egy ilyen automatikusan felveszem a Battlefield-es fejet és a Battlefield-es gondolkodás módot, de lehet, hogy kurvára nem kéne, lehet, hogy nagyon kodosan kellene játszanom, de egyszerűen reflexből jön, hogy nagy pálya, több játékos, másképp szeretnék mozogni, viszont maga a játék az, ami megakadályozza, hogy sunnyogjak, hogy az ellenfél mögé menjek, hogy meglepjem őket, és az egyik legnagyobb ellenfeled erre, az maga az UAV, ami konstans fent van, konstans fent van. Na mindegy, ennyi lett volna ez a videó.
Mit raknátok ti még bele a Ground War-ban? Vagy nektek ez így tökéletes, ez a Ground War? Kérlek, írjátok le. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok! Taking Bravo. Enemy UAV overhead.